A Grassalkovics kör nevű városvédő civil szervezet 1995-ben alakult. Célja a helyi szokások, hagyományok, valamint az épített örökség értékeinek felkutatása, óvása és megmutatása. A szervezet elnökével, Balla Péternével beszélgettünk. Román János volt a Grassalkovics körnek a megalapítója, ő építészmérnök volt, és azért választotta a helytörténeti csoportnak névadóján a Grassalkovics Antalt, mivel Grassalkovics Antal volt Soroksár betelepítője. Soroksár az ő tulajdonába is tartozott. A Nagyboldogasszony plébánia templomnak is ő volt az építetője. Kezdetben a Budapesti Városvédő Egyesület soroksári csoportjaként működtek. Lehet tudni, hogy kezdetben hányan voltak? 35-en voltak kezdetben, már mikor 2009-re már csak 16-an maradtak. Az alapítók célja az volt, hogy megmentsék a helytörténettel kapcsolatos dolgokat. Tehát 95-96-ban lefényképezték Soroksár utcáit, tehát mentek utcáról utcára, lefényképezték a homlokzatokat, az úgynevezett vasárnapi ajtókat. A vasárnapi ajtók azok Soroksárnak egy jellegzetes építményeinek lehet mondani. Ott csak a gazdák vasárnap, mikor mentek a templomba, akkor mentek ki a vasárnapi ajtón. A vasárnapi ajtók felett általában vagy félköríves, vagy négyszögletes maratott üvegablakok voltak, és ezeken rajta volt, szerepelt a tulajdonosnak a neve. Szerencsére még van egy pár ilyen jó állapotban lévő kapu, ezeket is lefényképezte. Nagyon jó példa rá a tájházban is meg lehet nézni ezt a vasárnapi ajtót. Azon kívül vannak még olyan házak, ahol most is vannak gyönyörű belső ajtók maratott üvegablakkal, általában egy szent képpel, Szűz Mária vagy a Jézusnak a képe van. Nem is gondolná az ember, hogy némely házban még milyen kincs van. Erre megint csak azt tudom mondani, hogy a legjobb példa rá a tájház. Én láttam a tájházat akkor is, amikor még nagyon rossz állapotban volt, és egy idős néni lakott benne, és hogy most milyen gyönyörűen helyre van állítva, és ott meg lehet nézni ezeket az üvegajtókat, ablakokat. Azon kívül járták a családokat, a családokkal riportokat készítettek, régi képeket, hiszen a képek azok mesélnek. Még akkor is, ha esetleg nincs ráírva, hogy kit ábrázol, a ruházat, az, hogy vannak beállítva. Tehát a régi képeket, családfákat készítettek, nagyon sok soroksári családról, akik valamikor Soroksár életébe valamilyen jelentős befolyással bírtak, ezeknek megvan a családfájuk, a régi iratok, a mesterségekről. Tehát egy hatalmas anyag van a birtokunkban, amit azóta is megpróbálunk gyarapítani. És ezzel a hatalmas anyaggal mit lehet kezdeni? Nagyon sok fel van dolgozva, de a könyveket adtak ki, például 1996-ban akkor adták ki a Soroksári füzetek első példányát. Ezt a könyvet a Pél Gabriella szerkesztette, ez a kitelepítés 60. évfordulójának az emlékére készült ez a könyv. Lehet tudni, hogy hány példányban készült? Hát azt sajnos nem tudom, azt tudom, hogy nincs belőle, tehát nekünk is összesen már csak két példány van, és lenne érdeklődés az utánnyomásra, viszont nem tudjuk, hogy hol van az eredeti anyag. Tehát ezúton is kérem a soroksáriakat, ha valaki tud, hogy hol van az eredeti anyag, mert nagyon sokat nyomoztunk, hogy hol lehet, mert meg szeretnék venni a soroksáriak, vagy valakinek ajándékba adni, és nincsen, elfogyott. Ebben dokumentumok vannak, riportok, képek a kitelepítésről, hogy ki hogy élte át a kitelepítést. Van egy érdekes kép benne, ami nekem is ismerős, mert az én szüleimet is kitelepítették, és nézem, hogy hát ez a látkép, ez Kuhent ábrázolja, ahova én gyerekként sokszor
kiutazhattam, mert annak idején az volt, hogy mindig csak a fele családot engedték ki. Tehát vagy kiengedtek engem is az édesanyámat, én akkor még kicsi voltam, a nővérem már nagyobb volt, 16-17 éves, tehát az édesanyámat a két lányával nem engedték ki. Csak vagy én mentem az édesanyámmal, vagy az édesapámmal. A nővérem már nem nagyon mehetett ki. Úgyhogy én gyerekkoromban elég sokszor kint voltam a nagyszüleimnél, és ők ott is lettek eltemetve, tehát ők nem tudtak hazajönni. A második könyv, amit a Budapest Egyesítésének a 125. évfordulójára adott ki a Grassalkovics kör, a helyi érdekű vasútunk. Ez is rengeteg dokumentumot, fényképet, riportot foglal magába, nagyon érdekes, de ebből is már csak egy 5-6 darabunk van. Tehát ez is... Tehát ebből olyan... is szeretnék felkutatni lehet? Hát ebből is, igen, ebből is lenne, erre is lenne igény, mert ugye azért a fiatalokat csak érdekli, meg szeretnék vásárolni, többen megkerestek fiatalabb emberek is, hogy a kitelepítésre vagy a helyi érdekű vasútunk, és nem tudok adni, mert nincsen. Volt még ezen kívül is kiadványuk? Volt még kiadványunk. Tulajdonképpen a helyi érdekű vasúthoz még annyit, hogy a boldog békeidőktől 1998-ig vannak benne dokumentumok. Akkor zárult. 99-ben kiadta a Soroksári Füzetek harmadik száma jelent meg, ott Györgyné önéletrajzi írása. Na most ez egy fantasztikus könyv, mindenkinek ajánlom, hogy olvass el, a másik kettővel együtt persze. Én az Ott nénit még ismerhettem személyesen, sőt még családilag is. Nagyon idős volt már, amikor én megismertem. 13 éves kora óta naplót vezetett az életéről. Naplót vezetett akkor is, amikor férhez ment, a kitelepítésről, hogy élték át. Ő tulajdonképpen két kiskorú fiával lett kitelepítve, a férje katona volt, és utána 3 év orosz fogság, tehát egy anyát kitelepítettek a két fiával, és akkor ő leírja az élete történetét. Ott újra, hogy rendezgettek be, milyen nagyon sanyarú körülmények között éltek, és mivel olyan honvágyuk volt, hogy visszaszöktek. De hogy ez a visszaszökés milyen izgalmas volt, azt elmondani nem lehet, és a legérdekesebb, hogy valahogy ragaszkodtak egy vekkerhez, egy csörgőórához, és az a vekker az a legrosszabb időpontban kezdett el szólni, de hát szerencsésen hazaérkeztek, ugye itthon is nagyon nehéz volt az újrakezdés, először ugye bujkálni kellett, és utána, hogy építették fel az életüket. Az Ott néninek a fia, az Ott Csebő még a Soroksári Grassalkovics körnek a tagja, ő már egy idős úr, de még segítségünkre van sok mindenben, a tudását azt tudjuk még most is használni. Ugyanígy az alapító tagok között vannak még egy páran, akik szerencsére még köztünk vannak, és számítunk is a tudásukra. Még annyit az Ott néni könyvéhez, hogy ezt az Ember Mária rendezte, gondolom, hogy az ő neve mond valamit, tehát az Ember Mária rendezte sajtó alá az Ott néninek a könyvét. Ebből még van elégséges példányszám? Az Ott néni könyvéből hála jó Istennek van, úgyhogy ez megjelent magyar és német nyelven is, tehát ebből tudunk adni. Ebből tudunk adni, és én ajánlom mindenkinek, hogy olvassa el. 2009-ben sajnos azóta eltávozott Simon Gáti Győző, aki a Grassalkovics körnek volt egy oszlopos tagja, 2009-ben tartott az Otthon Közösségi Házban egy előadást a Soroksári Nagyboldogasszony plébánia templomról. Kitartó kutató munkával nagyon alapos előadást tartott, sajnos a könyv megjelentét azt már nem érhette meg, a könyvet, egy kis könyvet a fia rendezte, a fia és a felesége rendezte sajtó alá,
és ezt kiadtuk, ezt az előadást, mert ez egy nagyon értékes munka. Ugyanígy a Simon Gáti Győző a feleségével, a Simon Gáti Rózsával, ők a festőgyárban dolgoztak, komoly könyvet adtak ki a festékgyárról, a soroksári festékgyárról, ami van Budalak, vagy én nem is tudom most mi a neve. Úgyhogy ez is egy olyan helytörténeti dokumentum, ami nagyon fontos szerintem egy helyiség életében. Utána beszélnék még az első világháborús könyvre gyűjtött anyagot a Román János, a Grassalkovics körnek a vezetője. Hosszú évek kutató munkája volt az, hogy összegyűjtötte az első világháborúban részt vett, elhunyt, vagy szerencsére túlélt embereknek az élettörténetét, a fényképeket, sőt a könyvnek azt a címet adtuk, hogy a szobor és a környéke, mivel itt a Hősök terén ez az első világháborús emlékművön szerepel az összes elesett hősi halott. Hosszú évek kutató munkájával, levéltári adatokkal a János rengeteget gyűjtött, rengeteg anyag állt rendelkezésére. És könyvet szeretett volna kiadni az első világháború hőseiről, azonban a 2015-ben bekövetkezett hirtelen halála miatt ezt ő már nem tudta befejezni. És akkor úgy gondoltuk, hogy ez egy olyan anyag, amit nyomda alá kell rendezni, és a Grassalkovics kör 2016-ban ki is adta, a címe a Szobor és környéke, egy komoly rész foglalkozik a szoborállítással, tehát az első világháborús hősi emlékműnek az állításával. Van benne egy elég komoly rész a világháborúban részt vettekkel, fényképpel, életrajzi adatokkal, olyanokkal is, akik sajnos odavesztek, és azokkal is, akik szerencsére még vissza tudtak jönni. Ez egy nagyon nehéz munka volt, hát ha azt nézzük, hogy több mint 100 év telt el, tehát azért az anyaggyűjtés is egy hosszadalmas időt követett. A János azért nem is tudta befejezni ezt, de mi úgy gondoltuk, hogy ezt feltétlenül szükséges. Volt is egy ünnepélyes könyvbemutató a Táncsics Művelődési Házban 2016-ban. Felvétel is készült róla, ezt még a YouTube-on most is meg lehet nézni, azzal a címmel, hogy a Szobor és környéke. Menjünk vissza egy kicsit, 2009-ben csatlakozott ön a Grassalkovics körhöz, jól emlékszem? Igen. 2009-ben, igen. Hogyan kapcsolódott össze az élete ezzel a körrel, mert az sem egy hétköznapi történet? Igen, 2009-ben én teljesen véletlenül kapcsolódtam, ismertem meg a Grassalkovics kör tagjait, tehát egy-két idősebb urat ismertem személyesen, de így a kör munkájában nem kapcsolódtam be. Tulajdonképpen az én nagyszüleimet is kitelepítették, és volt a 60 éves évforduló, a kitelepítés 60 éves évfordulója, a Helytörténeti Múzeumban, itt a Szitás utcában, és akkor elmentem én is a férjemmel, és akkor láttam, hogy van egy nagy lista, és ott vannak a listán azok a kitelepítettek, tehát a kitelepítettek az összes 8000 nem tudom hány név van, és abból több ezret kitelepítettek. És annak a listának a tulajdonosa volt, illetve hát akkor ő már az Otcsebe, a soroksári Grassalkovics körnek a tagja volt, és utána elkezdtem vele beszélgetni, és kiderült, hogy az Otcsebe is gyerekként ugyanabba a faluba lett kitelepítve, mint az én nagyszüleim. És akkor elkezdtünk beszélgetni, és akkor kiderült, hogy ő még ismerte is a nagyszüleimet. Úgyhogy tulajdonképpen innen van az ismerettség, és akkor mondta, hogy hát jöjjek el, érdekelt mindig a történelem, hát, és akkor így lassanként bekapcsolódtam
a munkájukba. Borzasztó értékes munkát végeztek, meg én talán szerintelenség nélkül mondhatom, hogy végzünk. Megfogott, és akkor itt ragadtam. És akkor fokozatosan belekerültem ebbe a munkába, segítettem, és akkor a végén már teljes körű tagja lettem a Grassalkovics körnek. Ugyanígy meg kell emlékeznünk ugye a Simon Gáti Győzőről, aki sajnos nagyon korán vesztettünk el évekkel ezelőtt. Ő is egy borzasztó áldozatkész munkát végzett, de nagyon sok, hát ahogy mondtam, nagyon sokan az alapítók közül sokan voltak, és most már alig vagyunk egy páran, mert ugye elhaltak, elfogytunk. Jelenleg 13-an vagyunk, az alapítók, hát azok egy 35-40-en voltak. Először a Grassalkovics kör a Budapesti Városvédő Egyesületnek a Soroksári, a 23. kerületi tagjaként működött. Ez működött addig, amíg a Román János hirtelen meg nem halt. És utána úgy gondoltuk, hogy mivel nekünk nagyon sokban segít a helyi önkormányzat, minden évben a pályázatok útján azért kapunk bizonyos összegeket. Meg hogyha már Soroksárral foglalkozunk, hát akkor a székhelyünk is legyen Soroksár, és akkor egy önálló civil szervezetté alakultunk. Minden hónapban egyszer itt összeülünk. Annyit még hozzá kell tennem, hogy rengeteg anyagunk van. Tehát mikor a János hirtelen meghalt, akkor rengeteg dosszié, meg mindent, amit ő addig a lakásán őrzött, annak helyet kellett biztosítani. Hát első körbe akkor elvittük hozzánk az alaksorba. Na de hát az se egy megfelelő hely. És akkor a Táncsis Művelődési Ház biztosított nekünk egy irodát, úgyhogy tulajdonképpen a Táncsis, most az anyagaink nagyon nagy része, 99%-a a Táncsis Művelődési Házban van, hát ezt a Geiger Tamás biztosította ezt a lehetőséget. Ahogy említett, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok anyaguk van. Ezeknek hogy áll a feldolgozottsága, és a feldolgozásban mik azok, amik esetleg nehézséget okoznak, például fényképek esetén? Fénykép is sok van. Amikor elkezdték a fényképeket gyűjteni, akkor nagyon sok fényképet csak egy A4-es lapra másoltak, amit sajnos nem lehet használni. Van egy komoly gyűjteményünk, de bizony vannak olyan hiányosságok, amik akkor technikai okokból adottak, hogy csak ilyen papír alapon van másolva. Tehát azt egy könyvbe, egy kiadványba megjelentetni nem lehet. De ezek olyan régiek, hogy van, akiktől beszerezte még az előző, a Román János, aki az elnöke volt a Grassalkovics körnek, nagyon sokan már nem élnek, akiktől elkérte az eredeti képeket. Úgyhogy ez egy komoly probléma, hogy vannak olyan képek, amiket utólag nem tudunk beszerezni. Meg vannak olyan képek, hogy nem biztos, hogy tudják, hogy kit ábrázol a fotó, ugye? Olyan is. Vannak olyan képek a tulajdonunkban, amikről nem tudjuk, hogy kiket ábrázol, mert ugye sok képnek a hátoldalán mindenféle más rá van írva, csak az nem, hogy kit ábrázol. Annak ellenére az egy nagyon fontos dokumentum, az, hogy mit ábrázol, hogy milyen ruházat van, hogy kik vannak rajta. De azzal együtt fontos lenne tudni, hogy kiket ábrázol. Nagyon sok tagunk van. Felszoktunk tenni a Facebookra is képeket, hogy esetleg valaki ismeri, hogy a nagymamáját, vagy valamilyen ismerősét ábrázolja. De én úgy gondolom, van, amikor kapunk visszajelzést, de a legidősebb korosztály, a 90 évesek vagy a 80 évesek, hál' Istennek még azért vannak köztünk ilyenek, én is ismerek nagyon sokat,
már nem Facebookoznak. És talán ezért érdemes lenne, hogyha itt megragadnám az alkalmat, ha esetleg az ESTV egy pár képet föltenne, megadnám az elérhetőségemet, és akkor azt mondja, hogy hát ez igen, ezt ismerem, ez a nagynéném, vagy a nagybátyám, vagy valaki ilyen ismerősöm, akkor azt már úgy tudnánk archiválni. Mik azok, amiket most elhozott nekünk, tudunk-e azokról is beszélni, amiket elhozott, ezek a viszonylagosan a legújabb gyűjtések, ugye? Hát a legújabb gyűjtések, igen, meg a legújabb felajánlások, mondjuk úgy. Hát Selmeci Jánostól kaptunk olyan értékes iratot, 1793-as Weisz Nándornak egy igazolása, végül is csak egy sima, úgy mondhatni, egy igazolás, hogy valaki 3 évig a község alkalmazásában állt, de ő ezt a, nem is tudom, hogy hol vásárolta meg, és a saját pénzén megvásárolta és felajánlotta a kör számára. Hát szóval ez valami fantasztikus. Ugyanígy két poszter is van. Az egyiken van dátum, de hát mind a kettő végül is háború előtti. Hoztam egy, csak mutatóban, mert ez most csak tényleg mutatóban, hoztam egy emlékkönyvet, amit az egyik rokonom bizott a gondjainkra, vagy ajándékozta nagylelkűen a Grassalkovics körnek. Ez több mint egy 100 éves emlékkönyv, hát ez is egy borzasztó nagy érték. Belelapozva egy ilyen emlékkönyvbe, én nem láttam, de ön nyilván megnézte, hogy mennyiben volt más a világa egy több mint 100 évvel ezelőtti, egy hölgyé volt, ugye, az emlékkönyv? Hogy mennyiben volt más, mint mondjuk egy mai kislányi esetleg? Bizonyos szempontból más volt, de bizonyos szempontból meg hasonló, tehát ugyanígy szeretettel ajándékozták, egy kis versike van benne, vagy rajz, de hát már maga az, hogy egy 1917-es beírás, szóval ez egy fantasztikus dolog. Általában milyen érzés ezekhez az emlékekhez például hozzáérni, gondolom valami egészen különleges? Hát valami egészen különleges, én nekem ott így is borzasztó különleges, hogyha így kapunk valamit. Azon kívül egy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy a gondjainkra bíznak egy olyan emlékkönyvet, hagyd mondjam a nevét, akitől kaptam, Szilvás Sándorné, Ungvári Terésztől kaptam, másodunok a testvér, aki a Grassalkovics körre bízta a nagymamájának az emlékkönyvét. A Puli Magdolna, emlékezzünk meg a nagymamája nevéről is. Tehát ez egy fantasztikus érzés. Én nekem ez a régi dolog mindig, még mielőtt a Grassalkovics körhöz csatlakoztam volna, mindig volt egy ilyen, hogy a családi régi fotókat megőrizzük. Hát nekem olyan régi, a családról olyan régi okmányaim, irataim vannak, hogy amit majd a gyerekeim fognak örökölni, hogy tudják azt, hogy kik voltak az őseik, honnan jöttek. Még a Grassalkovics körhöz kapcsolódva a János nagyon sok családdal elkészítette a családfát. Hát ez a családfa is egy olyan, hogy az ember elővesz egy családfát, és az mesél. Meséli a történelmet. Nagyon érdekes. Ugyanígy a saját családomnak a családfája. Hát eljutok oda, hogy az édesanyámnak az egyik ága az első adófizetők között volt. Ugye a Hoffmannok, vagy a férjemnek az első őse, a Sirling Ádám betelepült, aki nem tudom, x gyerekkel jött, már akkor 5-6 gyerekkel. Ő is volt a 6., 7. vagy az első betelepülők között volt, és akkor ugye itt minden családban egy bő gyermekáldás volt, és akkor abból az egy Sirlingből lett több száz. Úgyhogy én nekem a Sirling családfámon 800 név van. De az édesanyámnak a Hoffmann családfája az is több száz.
és akkor még nem mondom a többit, ami az Excel táblámban van, ami csak a saját családom alé, meg a nem tudom én mi. Szóval ez egy borzasztó érdekes, és ez egy olyan, mint egy mákony, vagy egy kábítószer, csak jó értelemben, hogy ezt elkezdeni lehet, de abba hagyni nem lehet. Vagy az, hogy az apai, ugye az édesapám neve Cserepi, tehát ő egy Erdélyből vándoroltak ide. De hogy milyen borzasztó érdekes, hogy a Cserepi dédapa, aki jött 5-6, nem tudom, pont 6-7 gyerekkel, ők szegény vándormunkások voltak. És valamikor a mai Lángendre utca végén volt egy parkettagyár. Most ez a Cserepi Antal, ez ide jött dolgozni a parkettagyárba, mert ők tudták, hogy ott munkalehetőség van. Milyen az élet, mi hol lakunk? A parkettagyár helyén, és az édesapám is az 12 éves korában az akkori parkettagyárba kezdett el dolgozni azért, mert 14 éves volt, mikor elment kőfaragónak, a nagymamám kőfaragónak adta, de oda már egy erősebb fizikum kellett, tehát 12 éves korában ő elment a parkettagyárba, mint nagyobb fiúcska dolgozni, hogy egy kicsit besegítsen a családi kasszába. Hát és akkor, mikor én ezt megtudtam, hogy és mi ott lakunk a parkettagyár helyén, és mikor ást a férjem, hát ugye építkeztünk, és ásták az alapokat, akkor nem lehetett egy markolóval kiásni, mert a parkettagyárat felrobbantották a háború alatt, és hát ott mindenféle törmelék volt. Úgyhogy ásóval ásta az édesapám, a férjem, úgy ásták ki a 104 köbméter, ugye a pincének a 100 köbméter alapot, hogy tudjanak alapozni, mert egy markoló nem tudott kivenni anyagot. Úgyhogy ez egy borzasztó érdekes, és akkor azt mondom, hogy ez egy mákony bizonyos szempontból. Tulajdonképpen minél többet tudunk meg a múltunkról, elképzelhető, hogy valamiféle összefüggéseket is, vagy a véletlenek lehet, hogy nem is véletlennek tűnnek bizonyos szempontból, mondhatjuk ezt? Hát igen, mikor az ember fiatal, akkor azt mondja, hogy ilyenek nincsenek, hogy véletlen. Aztán ahogy idősödik egy kicsit, azt mondja, hát azért ez nem egy érdekes dolog, hogy pont ott vettek telket, és oda építkezünk, ahol valahova az egyik ősöm betelepült, vagy az egyik ősöm dolgozott, mert ugye sok gyerekesek voltak, és ott volt munkalehetőség. De milyen érdekes, hogy még mindig van egy idős nagybácsi, aki már nagyon idős, és itt él Soroksáron. Ő látta, amikor a parkettagyárat felrobbantották. Tehát mikor a levegőbe röpült. És mi annak a helyen lakunk. Mit tapasztalnak egyébként? Nyilván mindenkit érdekel a családjának a múltja, de komolyabban foglalkozni, és szabad időből is elvéve azt az időt, amit az ember erre száll, hiszen önök a saját szabad idejükben folytatják ezt a tevékenységet. Lehet valamiféle statisztikát vonni, hogy mi az a korosztály, akinek igazán fontos, és valóban a szabad idejéből is tud áldozni arra, hogy jobban utána menjen a saját családja múltjának? Hát tulajdonképpen talán az én korosztályom. A fiatalokat is érdekli. De a fiatalok még a családalapítással, az egzisztencia megteremtéssel, a munkahelyükkel vannak elfoglalva. Tehát inkább mikor már a gyerekek kirepültek, mint ahogy engem mindig érdekelt a történelem, meg az édesapám, amikor mentünk sétálni, akkor ő tudta, hogy, és mesélt, hogy ebbe a házba ezek laktak, abba a házba azok laktak. Érdekelt akkor is a történelem, de hát akkor nem tudtam még olyan intenzíven foglalkozni. Nekem is gyerekeim voltak, dolgozni jártam, reggel 7-kor elmentem, délután 6-kor hazajöttem, család volt, tehát olyan intenzíven nem tudtam foglalkozni, csak amikor már ugye a gyerekek kirepülnek otthonról.
És ez így van azért. Nagyon sokat érdekel, tevékenyen is vannak, akik részt vesznek. Hát most a Grasalkovics kör tagjainak mi csak 13-an vagyunk, de mondhatnám azt, hogy vannak ilyen, akik nem tagok, de külső segítők. Tehát, és nagyon sok ilyen is van, akikre számíthatok. Talán az is segítség, hogy ismerték a szüleimet, a nagyszüleimet, tehát bárkihez megyek, segítőkészen állnak az emberhez, és ahol tudnak, segítenek. Elutasításom még nem találkoztam, legfeljebb azt, hogy egyeztessünk egy időpontot. Tehát látszik, egyfelől van egy nyitottság, segítőkészség, és látszik az, hogy az utánpótlásnak a lehetősége is felvillan, vagy hogy bővüljenek? Van az utánpótlás. Most is lesz egy tagunk, de hát ő is inkább már, akit ismerek szintén régóta, ő is már friss nyugdíjas. A gyerekeimet is érdekli, de hát ők se tudnak, még ők a kisgyerekneveléssel vannak elfoglalva, olyan intenzíven nem tudnak részt venni, de én azért a saját gyerekeimet mérgezem. Tehát én mindig mondom, hogy ez meg az, úgyhogy azért remélem, hogy ők azért valamit tovább fognak vinni. Jelenleg ugye nyilván van egy hatalmas anyag önöknél, aminek a feldolgozása folyamatban van, és közben is gyűjtenek új anyagokat? Mindig, persze, közben is gyűjtünk új anyagokat, ez folyamatos. Gyűjtünk is, kapunk is anyagokat. Most például minden évben kapunk pályázunk a 23. kerületi önkormányzatnál is, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat is támogat minket, és a pályázati pénzt megpróbáljuk hasznosan elkölteni. Van, amikor egy tárgyi eszközt veszünk, ilyen volt tavaly, hogy vettünk egy projektort, vagy egy nyomtatót veszünk, aztán van, amikor ugye könyvet adtunk ki, kiadtuk a Szobor és környékek könyvet, akkor a pályázati pénz egy részét arra fordítottuk. Most az idei, ezt örömmel mondhatom, hogy idén is kaptunk az önkormányzattól pénzt, és egy ünnepélyes megemlékezést és emléktábla-avatót szeretnénk a Soroksár legrégebbi épületére, ami idén ünnepli a 290. évi fennállását. Ez itt a Templom utca végén és a Haraszti út kereszteződésében áll ez az épület, 290 éves, tehát maga azt mondja az ember, 290 éves, az is egy fantasztikus szám. Hát ez volt az első épület Soroksáron. Ma is lakó és irodaépület. Török utáni betelepülés előtt is állt. Először kocsmaként működött, majd postaállomásként is. Utána beszálló vendéglőként is, majd később ismét kocsmaként működött. Most nem tudom, hogy tudják-e, hogy mit jelent az, hogy beszálló vendéglő. Jöttek vidékről szekerekkel a falusi árusok, vitték az árukat a pesti piacokra, és akkor itt meg tudtak szállni, a szekereket be tudták állítani a kocsiszínbe, a lovakat ki tudták fogni, kaptak a lovak abrakot, és akkor hajnalban később tudtak tovább menni a pesti piacokra. És mit tapasztal, vagy milyen érzés az, amikor az ember ugye minél inkább megismerkedik a személyes múltjával, a család múltjával, a környezete múltjával, ez mennyiben segít az ember személyiségének a fejlődésében vajon? Hát feltétlenül segít. Tehát feltétlenül segít. Engem mindig érdekelt a történelem. Tehát én már általános iskolai koromban is azért édesapámnak volt otthon egy könyvtára, és olvastam a könyveket, történelmi könyvei voltak, főleg édesapámnak. És akkor azokat ugye elolvastam. Meg hát eleve a történelem, a családon keresztül is. Tehát az ember a családon keresztül is megéri a történelmet, már maga mindenki a saját családján keresztül. Tehát én megértem azt gyerekként, ugye, hogy
a nagyszüleim nem laktak itt, ugye, mert kitelepítették több ezer soroksári lakossal együtt. És akkor bizony nagyon nehéz volt a levelezés is. Minden nagyon érdekes volt, ahogy visszaemlékszem gyerekkoromban, hogy minden vasárnap levélírás volt. Tehát az volt, hogy levelet írtunk, semmi érdemleges nem volt a levélbe, mert ugye akkor még azért működött a cenzúra is, de hogy tudomást szerezzenek a kint élő, a Németországban élő nagyszülők, hogy meg vagyunk ők, ugyanúgy szintén írtak egy teljesen átlagos levelet, majdnem minden héten ugyanazt, jól vagyunk. Ami érdekesség, hogy én még nem tudtam írni 5 évesen, de nekem mindig a levél alá valami krikszkrakszot oda kellett írni, mondták, hogy akkor kislányom, akkor most te is írjál a nagyszüleidnek valamit. És akkor a nagypapa visszaírt, hogy igen, elolvastam, hogy ezt meg ezt írtad. Fantasztikus volt. Úgyhogy gyerekkoromban én 6-szor voltam Németországban, de mindig az édesanyámmal, mert ugye az egész családot nem engedték ki. Van még ott olyan tárgyi emlék, amit elhozott nekünk, és valamit tudunk róla mondani? Van. Ezek a legújabb adományok, tulajdonképpen adományok, meg szerzemények, úgyhogy egy párat hoztam el, hát az összeset nem tudom, és ezúton is köszönöm mindenkinek, aki eddig is megbízott bennünk, beavatott a bizalmunkba, mert már maga az, hogy valaki beenged a saját privát szférájába, előveszi a régi képeket, elmeséli az anyagokat. Nagyon sok hangkazetta van például, még amit a Román János gyűjtött. Vannak emlékek, tehát itt a soroksáriaknak csak köszönet, aki beenged a privát szférájába, és riportot lehet vele készíteni, vagy pedig valamivel megajándékoz, fényképekkel, van elég komoly fényképgyűjteményünk is, ami van digitalizálva, vannak még fényképalbumokban is. Tehát ez egy olyan dolog, ez olyan, mint egy mákony, ezt nem lehet abba hagyni. Esetleg egy gyűjteményes kiállítás lenne? Szeretnénk majd egy kiállítást ősszel, a november körül, egy utcaképet, tulajdonképpen Soroksár régi házairól, régen és most. Van elég komoly fényképgyűjtemény, meg a soroksáriak még fel is ajánlottak képeket, vagy elektronikusan, vagy hogy lemásolhassuk, és akkor össze a Róth Ilonával együtt, akkor meg a Grassalkovics kör többi tagjával együtt, akkor egy kiállítást rendeznék novemberben, az ünnepélyes emléktábla avató pedig a beszálló vendéglőnél úgy tervezzük, hogy októberben lenne. De még annyit el szeretnék mondani, hogy ez nem egy egyszemélyes, tehát ez egy csapatmunka. Tehát ami anyagunk is van, megköszönjük azoknak, akik már nincsenek köztünk, hogy ugye a munkájukkal hozzájárultak ez a gazdag anyaghoz, meg ez valóban egy csapatmunka, tehát ennek a 13 embernek a munkája, ez nem az én vagy a XY-nak az a munkája. És gondolom még további kiadványok, és még nagyon-nagyon sok minden más megjelenési mód is. Tervek vannak, de gyűjtő munka, tehát ahhoz, hogy egy kiadványt kiadjunk, az egy borzasztó nagy munka. Mint ahogy a Szobor és környéke, a Román János, amit elkezdett gyűjteni, az első világháborús könyv, az egy, ugye ez egy borzasztó nagy gyűjtő munka volt, és azt már még nyomda alá rendezni is nagyon hosszú idő volt, és 3 embernek a komoly munkája volt. Tehát mondhatjuk azt, hogy mivel ez egy mákony, ahogy ön mondta, mákony, nincs van. Megállás. Nincs megállás, és én naponta, ugye nekem is családom van, unokáim vannak, de azért naponta egy 2-3 órát, vagy 1-2 órát eltöltök ezzel, és ezt a családtól, meg a szabad időt, az úgynevezett nem létező szabad időtől vonja el az ember. Többet én se tudok áldozni rá.